Szóval, miért pont a Belcot választottad? Sok ismerősöm fut itt, és mondták, hogy jó hely, elégedettek vele, gondoltam, megpróbálom, és itt is maradtam. 1991-ben azért választottam ezt az egyesületet, mert akkor az ELTÉ-re jártam, és bevezették az ELTÉ-n, hogy nem kötelező a testnevelési óra. És azt mondtam magamnak, akkor viszont kötelezővé teszem a testnevelési órát, és a Beac volt az, ahol hétfőtől szombatig edzéseket tartottak. Előtte is atlétizáltam a Kolozsváron, akkor azt lejöttem. Erdély Gyuri bácsi javasolta, hogy jöjjek ide 5 órára edzésre, és hát hosszas tanakodás után rávettem magamat, és szerintem megérte. Az idei legjobb eredményem az országos 6. hely. Az idei legjobb eredményem nézőpont kérdése. Nagy élmény volt a maratonváltóban a dobogó tetején állni a lányokkal. Köszi nektek! És az is nagy eredmény számomra, hogy a félmaratonokon egyre jobb és jobb időt futottam. Megvan a 24-es eddigi állom, most jöhet a többi. A világbajnokságon is jó eredményt értem el. Azt kell mondjam, hogy minden eredménynek örülök. Élveztem ezt az évet. Köszi! Az idei évben sajnos a versenyek nem sikerültek olyan jól, mint számítottam. A verseny a legjobb futásom az 5000 méteren 16 perc, 6 másodperc volt. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Ország, amit sosem vontunk el. Hát azért jó ez az egyesület, mert itt igazi barátságok kötődnek, mindenki foglalkozik a másikkal, csapat vagyunk, csomó váltóversenyben indulunk, úgyhogy támogatjuk egymást, egy kis közösség a nagyvilágban.